Nagy sikerű online rendezvény sorozattal kezdte az évet az ANTK HÖK Nemzetközi Bizottsága. Többek között erről is fogunk beszélni Kamrás Istvánnal, az ANTK HÖK nemzetközi és levelezős ügyekért felelős referensével. István, köszöntelek a műsorban, köszöntöm a nézőket. Sok szeretettel köszöntelek titeket és a nézőket is, köszönöm a meghívást. Ugye manapság igen népszerű bármi, ami, az, ami a nemzetközi szóval kapcsolatos, a nemzetköziséggel kapcsolatos jelenség, azonban mivel rengeteg téma tartozik ehhez, így igen nehéz meghatározni pontosan egy-egy szervezet eszenciáját, illetve hogy konkrétan mivel is foglalkoznak. Ti István a Nemzetközi Bizottsággal milyen ügyekben dolgoztok jelenleg? A COVID-helyzet, ahogy minden mást is, nagyon megnehezíti a munkánkat, hiszen az Erasmus és a hallgatói mobilitás programok meglehetősen nehéz mederben tudnak mozogni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a hallgatói mobilitás sajnos most akadályokba ütközik. Ennek ellenére viszont az új csapat nagyon lelkes, és mindig azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk a lehető legjobb programokat biztosítani a hallgatók számára. Ez most sem volt másképp, így gondoltuk, hogy egy négy eseményes programot szervezünk a hallgatóknak, amiben közreműködtünk dr. Zahar Péter Krisztián Déke helyettes úrral, és így a program megvalósulhatott az ő tanszékének segítségével. Talán kicsit erősen fog hangzani, amit most mondok, de egyetemi éveim alatt, most már harmadéves vagyok itt jelenleg az egyetemen, nem sokat hallottam magáról a bizottságról, idén azonban tényleg fogalmazhatunk úgy is, hogy berobbantatok így az egyetemi köztudatba ezzel a fotából a világ körül rendezvény sorozattal, amiről mindjárt beszélünk is. Mi ennek a változásnak az oka? A változást igazából abban látom, hogy megújult a csapat, és új lendületet kaptunk, hiszen a régi, már nagyon tapasztalt tagok mellé új lelkes tagok is csatlakoztak, és igyekeztem, hogy ezt a csapatot még így az online helyzetben is megpróbáljuk egy picit megmozdítani, megszólítani, és együtt egy ilyen nagyszerű programot létrehozni, mint ami most például ez a fotából a világ körül volt. Mindenképpen lelkes a csapat, és nem szerettük volna így sem elengedni a hallgatók kezét, hiszen hallgatói képviselettel foglalkozunk alapvetően. Erről a hallgatói képviseletről is fogunk nem sokára beszélni, azonban tényleg a rendezvényekre kitérve. Volt itt szó az afrikai nők helyzetéről, a kínai kreditrendszerről, tömegpusztító fegyverekről, illetve a COVID diplomáciára gyakorolt hatásairól is, de még sok érdekes dologról. Miért ezeket a témákat választottátok, István? A témaválasztás az közös volt, hiszen a bizottságban alapvetően a csapatmunkának vagyunk a hívei, és arra gondoltunk, hogy ha már így kaptunk egy felajánlást, hogy a tanszék munkatársai nagyon szívesen közreműködnének, így mi a bizottsággal kijelöltünk olyan irányokat, amikben a csapattagok nagyon jók és nagyon érdeklődők, vagy esetleg a szakdogájukhoz vagy TDK témájukhoz nagyon hasonlít, és megpróbáltunk ehhez vonatkozóan előadókat keresni, amelyben DK helyettes úr segítségünkre is volt, és így állt össze ez a program igazából, hogy alapvetően mi kezdeményeztük azokat az ötleteket, azokat a témákat, amiket itt meg tudtunk aztán később valósítani az előadói segítségével. Két előadás témát emelnék ki. A kínai kreditrendszert, ugye Kínát, valamint egy kicsit a Covidot összekapcsolva, egy sokakat izgató kérdésben lennénk kíváncsi a véleményedre, miszerint mennyire lehet politikai állásfoglalás tárgya, ha egyáltalán felmerülhet maga ez a kérdés, hogy egy adott vakcinának milyen ország a származási helye. Mit gondolsz erről? Azt gondolom, hogy nem szabad politikai kérdést csinálni a vakcinából, hiszen a vakcina alapvetően a jövőnket és az életünket jelenti. És mi is próbáltunk arra törekedni, hogy egy kicsit megvizsgálhassuk ezt a helyzetet, hiszen manapság sok helyről sokféle információ zúdul ránk, ami nem biztos, hogy teljes mértékben igazi hír. És én azt gondolom, hogy ebben is talán tudtunk egy kis iránymutatást adni, hogy a vakcina az igenis szükséges az emberek számára, és ezzel fogunk tudni megfelelően a jövőben visszatérni az életünkhöz. Kicsit a bizottsági munkától, vagyis hát a rendezvényektől eltérve, ugye nemrégiben, ha jól tudom, február 18-án tartott, vagyis hát te akkor tartottál az ANTK HÖK s mi voltatból fogadóórát, ahol egyaránt válaszoltál a nemzetközi, egyaránt a levelezős ügyekért felelős kérdésekben. Mik voltak a sláger kérdéskörök, hogyha fogalmazhatok így? Hát sláger kérdésköröknek mondhatjuk talán azt, hogy mi lesz az Erasmusszal, hiszen azért az Erasmus helyzete most sokakat foglalkoztat, mint szakmai gyakorlat, mint pedig külföldön töltött fél év szempontjából. Másrészt pedig természetesen az online oktatás
eredményezett olyan akadályokat, olyan felmerülő kérdéseket a hallgatókban, amire meg kellett találnunk a megoldást, és örülök annak, hogy a hallgatók megkeresnek, tudnak és mernek kérdezni, és így közösen meg tudjuk oldani a problémákat. Itt erre az Erasmusos helyzetre kíváncsi lennék abban a tekintetben, hogy ha jól tudom, akkor most jelenleg nem lehet kiutazni Erasmus program keretein belül sem erre, ugye NKS hallgatóként, és hogyha jól tudom, akkor külföldi hallgatók sem jöhetnek jelenleg az egyetemre. Ezzel kapcsolatban mik a fejlemények? Rektor úr jelenleg hatályos utasítása alapján sajnos nem lehet, nincs lehetőség arra, hogy kiutazzanak az NKS hallgatók, viszont mi arra már nagyon készülünk a bizottsággal, hogy amint lehetséges és megnyílnak esetlegesen ezek a pályázási lehetőségek, és kírják az új Erasmus programot, vagy más mobilitási programokat, amelyeket egyébként mindig meghirdetünk a HÖK Facebook oldalán, akkor lelkesen mellé tudjunk állni és toborozni hallgatókat arra, hogy minél többen ki tudjanak utazni, és vagy esetleg, ha nem kiutatás szempontjából, de egy olyan kurzuson tudjanak részt venni, ami mondjuk online, és még így is a szakmai fejlődésükre segíti elő. Most adásunk végéhez közeledve, meg kell kérdeznem, hogy milyen további rendezvényekre számíthat az egyetem közössége a Nemzetközi Bizottság részéről? A Nemzetközi Bizottsággal most azon dolgozunk, hogy kicsit építsük a csapatot. Ez most a belső időszakunkat eredményezte így februárban. Azonban szeretnénk, hogyha még az Erasmusszal kapcsolatos infoest megvalósulhatna, amit kicsit rendhagyóan bevonva már Erasmuson kint levő hallgatókat tudnánk megrendezni. Ezáltal nem csak egyfajta propaganda filmet vagy propaganda üzenetet kaphatnának meg a hallgatók, hanem lehetőségük lenne igazi kézből tapasztalt emberektől megtapasztalni azt, hogy milyen Erasmuson lenni, milyen a kinti élet, és ezt hogyan tudják megpályázni, hogyan tudnak ezzel majd a későbbiekben gondolkozni és fókuszálni. István, sok sikert kívánunk a célok eléréséhez, valamint köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen a lehetőséget mindenkinek. Erasmusban gazdag fél éveket kívánok. És kedves nézőknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a következő adásban találkozunk. További szép napot, viszontlátásra!